Sziasztok, ez itt a Post Use Live, és van egy olyan különlegessége az adásunknak, hogy ugye teljesen élőben megy, és pont arról beszélgettünk, hogy mennyi sokat fejlődtünk a kezdetektől, amikor csak egy darab telefon volt, most meg már egész itt több száz fős NASA technológiával felszerelt stáb dolgozik itt a boldogságunkon, és hát az is hozzátartozik, hogy néha például elszertelenkedünk az eszközeinkkel, amik vannak, és nézzük, hogy miért nem jelennek meg a kommentek, meg ilyenek. És ennek lehetettek most igazából tanulni, nem is volt meg, rendezettel árulhatom, mert tanakodtunk az Instagram egyetemeim vendégemmel, Bakos Szintiával. Szia, Szintia! Szia, sziasztok! És olyan érdekes témákról beszélgettünk már itt az adás kezdetén, hogy mindig igyekszem ugye nem lelőni a poént magam számára, hogy az élőadásban derüljön ki, mert ez lenne az adás lényege. Úgyhogy most ezeket fel is tehetem, vagy ezeket megtudhatom. Abszolút. És akkor kezdhetjük azzal is, hogy láttam, hogy Instagramon nagyon sokan követnek, de nem tudom, hogy van-e Facebook oldal, de Facebookon meg annyira nem csinál az Instagramos tartalmakat, vagy nem ápolgatsz ott egy kis Facebook kertet. Milyen okból kifejezőleg döntöttél így, vagy miért így csinálod? Hát ennek elég régi története van. Én próbáltam ugye a Facebookot megtartani ilyen privát oldalként, hogy inkább így a családok, barátok, ez kibővült később a szakmabeliekkel, akiket csak ismerek, vagy akikről csak hallottam, de mégis meg tudod maradni ilyen privát oldalként, és próbáltam nagyon konszolidáltan posztolni ugye a tartalmakat. Hát ugye az Instagram az pedig ott is próbáltam ugye ezt a privát létet megtartani, mondjuk évekig sikerült, és csak utána ugye muszáj volt így picit a munkából kifolyólag a kapcsolatok miatt így feloldani ezt, úgyhogy próbáltam inkább az Instagramot úgy felépíteni, hogy mondjuk az legyen egy ilyen nagyobb követőtáborral rendelkező, és akkor mondjuk ott próbálok nem olyan privát tartalmat posztolni, mint mondjuk egy Facebookon, ahol kevesebben jutnak hozzá, és abszolút én tudom kordában tartani. Teljesen validálható indok. De akkor arról is beszéljünk, hogy mi ez a szakma, amiből kifolyólag az Instagramot azt úgy ápolgatod ebből a szempontból jobban, meg hogy hát mit érdemes róla tudni, mi az, amit szívesen megosztasz magadról. Mert tanakodtunk arról is, ugye, hogy te milyen kategóriába tartozol az alapján, hogy elmondtam, hogy ide szoktak jönni youtuberek, bloggerek, stb. Igen. És feltetted ezt az érdekes kérdést. Jól belekérdeztem, hogy melyik kategóriába tartozok. Hát az én kis múltam, az kérlek szépen szépségversennyel kezdődött, de nagyon-nagyon régen, ilyen 15 évesen volt az első. Utána pedig volt két-három nyertes versenyem, és akkor onnan indult el szépen az, hogy egy-két márka megkeresett, de akkor még nem is olyan komolyan, meg nem tudtam, hogy miről szól ez az egész, hanem akkor csak úgy ilyen jó, nem is tudom, egy hepnek fogtam fel, hogy jaj, de jó ruhákat folyamatosan variálni, megcserélni egész nap. Na hát ez oda fajult így éveken keresztül, immár egy ilyen 6 éve nagyjából, hogy akkor jó, hát kezdjük el felépíteni, hogyha mondjuk ebben lehetőség van, hogy mondjuk láttak, és akkor együtt szeretnének dolgozni, akkor mondjuk ezt hogyan lehet felépíteni, úgyhogy ha én is picit teszek azért, hogy egy-két ügynökséget felkeressek, és ugye azóta is elmondanám, hogy szabadúszó vagyok, tehát egy éveken keresztül csak így szerződés nélkül, úgyhogy én próbáltam felépíteni, és én úgy gondolom, hogy egész jól tud működni, hogyha valaki tudja azokat az utakat, hogy szépen mind haladjon, és hogy mik azok a megfelelő kapcsolatok vagy eszközök, amiken keresztül ezt így nagyon jól fel lehet építeni. Úgyhogy ez kezdődött egy ilyen kellemes kis, jaj, legyünk szépek, milyen lehet megmérkőzni másokkal versenyből, és akkor kiukadtunk a szépségiparban, konkrétan az ilyen modellkedésen keresztül a marketing, rendezvényszervezés, úgyhogy nagyon-nagyon összetett tud ez lenni. És mielőtt ezt elfelejtem, mert ezt néha sajnos ezzel kizárom a nézőket, hogy ők is kérdezhetnek ám, akár hogyha itt a modellvilágról, a szépségiparról, vagy szia Bíró Bence, beköszönt, szia Bence, kérdezte is nyugodtan, és bármit kérdeztetek, amire szeretnétek választ kapni, most itt a nagy lehetőség élőben, mert ugye, ahogy mondta is, tudatosan érdemes lépni az embernek, hogyha valamit szeretne elérni, igen, szóval igen. Nem történnek ám meg csak úgy maguktól a dolgok, viszont ha az ember teszi, akkor láthatjuk, hogy megtörténik, és hogy a saját
kereteiden belül is mozoghatsz, hogy mit tartasz te sikernek, vagy ideális életmódnak, és azt el tudod érni akár az internet segítségével. Igen, ez azért egyébként elég nehéz. Tehát ez, én nagyon fiatalon belecsöppentem, és mondjuk onnantól egészen a magam ura voltam. Tehát, hogy megtaláltak szerencsére egy-egy ilyen nagyon szuper kapcsolati szálak, de hogy ezt, hogyha valaki csak úgy vár erre, vagy mondjuk tényleg nem tudja, hogy induljon el, és mondjuk egy ügynökséggel leszerződik, ami teljesen rendben van. Én ettől nagyon féltem egyébként, meg a szüleim sem szerették volna, hogy évekre, nem tudom, úgy leszerződjek valakivel, hogy mondjuk külföldön vagyok, vagy a tanulást ne fejezzem be, vagy féltek attól, hogy jó döntést hozok-e. Úgyhogy ezzel úgy vártunk mindig, jó, majd lesz valami, és akkor én úgy inkább tenni szerettem volna valamit így ezért. Úgyhogy nem egyszerű egyébként. Pont a mai világban, ahol már inkább az ügynökségeket keresik meg. Tehát mondjuk így hogy valakit ajánlasz másnak, ez is nagyon jó tud lenni, de ezt kell évek alatt felépíteni. És szerintem. Mivel látható, hogy rengetegen posztolnak különböző tartalmakat ugye Instagramon, szóval most már azért azon túl, hogy az emberek megosztják mondjuk a mindennapjaikat, van, aki így tudatosan a saját üzleti tevékenységét osztja meg, vagy a saját érdeklődési körét, hobbiát, alkotásait, és hát ez azt tudták mondani, hogy ugye kell azért egy ilyen szépen kinéző Facebook oldal, szóval, hogy minőségiek a tartalmak, illetve hogy legyen valami koherencia, hogy mi történik, ott tudjanak róla a követők. Viszont nagyon sokan én azt veszem észre, hogy nem tudom, hogy tudatosan-e, vagy nem látják át, hogy pontosan mit, hogy kell, vagy nem érdekeltek abban, hogy tudatosan használják. Azok így random posztolnak, illetve nagyon sok lány posztol például önmagáról képet, és hogyha semmi egyéb nem történik, akkor ez úgy mondjuk unalmassá tud válni. Igen. Sokan próbálkoznak ezzel egyébként. Tehát ahogy rájönnek, hogy mondjuk az Instagramnak is milyen reklámértéket tud lenni. Hát valljuk be őszintén, tehát én is, hogyha mondjuk el szeretnék menni egy új helyre, egy új kávézóba, mi az, amit megnézek rögtön? Milyen képek szerepelnek. Azt hallottam, azt a helyet megnézem, hogy milyen képek vannak onnan. Úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb reklám, hogy bárminek, egy szolgáltatásnak, egy helyszínnek, egy terméknek. Úgyhogy rájönnek erre azok is, akik mondjuk nem feltétlenül vannak benne a szakmában, vagy úgy a köztudatban, de úgy elkezdenek felrakni olyan képet, hogy mondjuk ők is tudnak hirdetni. Sokaknak be is jön egyébként ez, tehát érdekesen jókat szoktam mosolyogni, de mondjuk ez működőképes tud lenni. Nyilván akik már nagy követőtáborral rendelkeznek, azokat meg önállóan keresik meg. Tehát nekik nem feltétlenül szükséges mondjuk maguktól posztolni, vagy ezt a terméket kóstoltam, vagy bármi ilyesmi, hanem mondjuk ott abszolút igen, a cégek keresik meg. Tehát olyan nagyon érdekes kettős ez. Ez azért is érdekes, mert a Posztjúz maga is erre az egész témára épült föl, ugye, hogy ezek a cégek ráadásul hatékonyabban valósíthassák ezt meg, és arról már valamelyik epizódban beszéltünk is, hogy mennyire meg tudja majd ezt hosszú távon változtatni igazából a marketing világát azon keresztül, hogyha valaki nehéz munkával, hosszú idővel felépített egy követőtábort, akkor nem szeretné elveszíteni vagy kárt tenni ebben a alkotásban azzal, hogy mondjuk valami olyat ajánl nekik, amivel nem elégedett. Igen. És hogy inkább a felé fog elmenni, ugye, hogy az emberek jobban bíznak majd egy adott információforrásban, mint hogy fölmegyünk ugye megnézni egy kávézót, akár hogyha el akarunk oda menni, mert ha valakinek nem volt tapasztalat, akkor egyszerűen nem fog elrontani ezzel a saját felületét. Így van. És én dolgoztam az Elemézen étteremben, ami egy ilyen nagyon fancy reggeliző hely, ugyebár. Kedvenc. És hát nagyon népszerű volt ugye azért is, mert nagyon jól néz ki, függetlenül az ételektől, amik szintén ugye finomak, de hát az Instagramon, ugye ezt arra akartam kijelezni, az Instagramon azért nem tudjuk, milyen íze volt az ételnek, inkább a vizualitásra megy a hatás, és akkor, tehát az ott létem alatt fogalmazódott meg bennem, hogy ez a hely, ez Instagram friendly. Tehát, hogy mert ha ott csinálsz gyakorlatilag képet, olyan körítés, olyan dekoráció van, meg az ételekre is odafigyelnek, hogy szépek legyenek, és ezáltal az ember nem tudja nem lefotózni. Igen.
Miért gyakran beleessünk egyébként ebbe a hibába, hogy ó, ilyen szép körítéssel jön ki, hát akkor muszáj egy képet csinálni. Akartam is kérdezni, hogy mi a tapasztalatod, tehát hogy mi az, amire az emberek responszívabbak, vagy amire szívesebben reagálnak, vagy amit te szívesebben megosztasz? Hát ez mondjuk elég kettős, szétválasztva mondjuk, hogy én mit osztok meg szívesen. Volt egy időszakom nekem is, hogy igen, elmentünk egy nagyon szuper kávézóba, reggeliztünk, és akkor hú, gyorsan elítsuk be úgy az asztalt, mondjuk, hogy minden klaffoljon, még a kávéba sem ittunk vele. És egyébként nagyon érdekes volt, tehát addig nem nyúlhattál hozzá, amíg nem készül egy olyan fotó, hogy jó, akkor menjen ki az Instagramra. De most erről elég gyorsan leszoktam, mert rájöttem, hogy mondjuk ebből nekem semmi jó nem számít, meg ugye pont amiről beszéltünk, amit kérdeztem, hogy én melyik kategória is lennék, én nem vagyok az a blogger kategória, aki ugye lépten nyomon mondjuk az ilyen reggeli kávé, mondjuk ezt posztolja, úgyhogy én mondjuk úgy magamnak, hogy abszolút így a vizualitás, vagy az, hogy a tartalmat elmentem, én ezért szeretem csinálni mondjuk a csinálok képet. De az, hogy mondjuk ez egy nagyon kedvelt reakció mondjuk, de pont azért, mert már egy kávét is abszolút tudnak olyan rajzosan elkészíteni, hogy ezt rögtön le kell fotózni, és ezt imádják kitenni. De ez az, ami mondjuk hírértékű, meg reklám, ez az, ami alapján mi is tájékozódunk, hogy jó, hát akkor oda elmegyünk, oda nem megyünk el, úgyhogy ez ilyen érdekes, én nem feltétlenül szeretem. Meg az is érdekes benne, hogy szerintem az elején azért egyszerűbb tartalmakkal is lehetett nagyobb reakciót kiváltani az emberekből, mintha valaki mondjuk itt egy látteártos kávé. Szerintem most már annyi van, annyi ember vált nyitottál mondjuk a minőségi kávézásra, hogy sokkal több olyan tartalmat kapsz, már annyira nem mozgat meg. Igen. Tehát egyre autentikusabb vizuális élményre is vágynak ezáltal az emberek, hogy ilyeneket megosztanak velük. Igen. Ami mondjuk a te Instagram profilodban viszont meg pont, hogy egy előny, ha belegondolunk, ugyanis ott főleg a vizualitáson van a hangsúly, mint ugye a modellszakmában. Hát igen, mondjuk amit én őszintén szólva nagyon szeretek meg, ebben inkább a külföldi vonalat hoznám fel, hogy ott valahogy igazán átjön az érzés, amit mondjuk egy egyszerű dinnyeszelet át tud adni, egy egyszerű mosolya, hogy valaki issza a kávét, és mondjuk nekem inkább ez jelent vizuális élmény, mondjuk nem önmaga a kávé, ahogy van, hanem mondjuk ahogy az adott lányzó mondjuk issza, és hogy mondjuk hú, de jó ez a kávé, még hogyha nem is jó, de el lehet adni mondjuk a mosolyával, vagy az, ahogy előadja. Tehát amilyen érzést kivált egy történet? Igen. Tehát mondjuk ez a fajta körítés, mondjuk amit a te személyed is ad akár hozzá. Tehát, hogy látnak téged, vagy látják a barátaidat is, hogy mennyire tetszik nekik. Inkább ez, mint mondjuk önmaga az a kávé. Én ezt látom legalábbis. Meg így tényleg át lehet adni őszintén ezt az élményt, amit az ember ott kap mondjuk egy kávézóban, vagy egy ilyen. De közben van kérdésünk. Igen. Nem tudom, hogy ejtsem az illető nevét, és nem akarom. Krisztán, szerintem. Nagyon köszönöm, hogy kihúztál ezzel a kávát a szituációból. Remélem, én is jól mondtam. Nos, és hát egy olyan kérdéssel kaptunk Krisztől, hogy mi a legnagyobb álmod a modellkedésben? Hát, mi a legnagyobb álmom? Én alapjáraton nem vagyok ez a nagyon ilyen külföldre utazzom, külföldön csináljon karriert a modellkedésből típus. Én úgy gondolom, hogy azok a célok, amiket már így kitűztem magam elé, mondjuk ugye a kampányokban szerepelni, külföldi reklámokban szerepelni, azokat abszolút elértem. Továbbá is mondjuk ezek a fő-fő célok, úgymond ilyen álmok, hogy minél nagyobb akár ilyen tervezővel együtt dolgozni, vagy minél nagyobb márkával együtt dolgozni, akár ilyen nemzetközi szinten, úgyhogy ezt tartani. Mik voltak a legnagyobb nevek, vagy milyen élményeid voltak a különböző munkák során? Hát a Naturaqua például, ezt nagyon szerettem. Van egy külföldi, ennek nagyon érdekes volt a forgatása, az Olay nevezetű ilyen női kozmetikumokat forgalmaznak. Imádta meg egyébként egész nap arról volt szó, hogy mondjuk hogy harap bele egy almába úgy, hogy mondjuk nagyon szépen, és akkor szépen leteszed azt az almát. Még egyszer beleharapsz, még egyszer leteszed. Na most örülök, hogy mondjuk ezt nem egy torta szelettel kellett eljátszani, tehát nagyon izgalmasak az ilyen bele kellett harapnod több igen. Almába? Tehát hány darab almát használtok el?
Konkrétan 30-szor, ha felvettük, és jó, hát próbáltam úgy harapni az almából, hogy mondjuk azért különböző oldalakon, hogy ne látszódjon, de hát az az alma, mint a mesében úgy nézett ki. A mérgezett alma. Igen. Úgyhogy ezt is nagyon szerettem. Volt a Budapest Bank, volt OTP Banknak, a Vodafone-nak, úgyhogy volt jó pár reklám, hál' Istennek. És akkor így indul egy ilyen tevékenység, vagy ilyen karrier, hogy az ember mondjuk egy szépségversenyen elindul, és mondjuk jó helyezést ér el, erre felfigyelnek, és a többi az úgy megy, és rá lehet segíteni azzal, hogy az ember mondjuk tudatosan építi ezt? Én úgy gondolom, hogy a mai világban, vagy legalábbis nálunk így magyar viszonylatban, ez nagyon tud így működni, hogy mondjuk egy verseny nagyon el tudja indítani egy lánynak a karrierjét. Én régen ezt nem tudtam felmérni, hát 15 évesen, 5-6 évesen fogalmam sem volt, hogy mondjuk ennek tud ilyen hírértéke lenni. Mármint úgy hírértéke, hogy akkor mondjuk megkeresnek szponzorok akár, vagy együtt tudok működni cégekkel. Én szerintem ennek nagyon nagy jövője van. De viszont ott van a másik oldal, mondjuk, hogyha elég talpra esett vagy, meg mondjuk segít egy-két ügynökség, reklámügynökség például, nekem nagyon sokat segítettek, akkor úgy is nagyon jól el lehet indulni. Illetve hát kapcsolatok. Tehát az is nagyon, nagyon sokat számít. Ez az egyik vonal a versenyes vonal szerintem, vagy legalábbis amit én látok, a másik pedig az ügynökségek abszolút, hisz nyilván ők ajánlanak ki mindenféle munkára, és én nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik egyébként, akikkel együtt dolgoztam. Az volt talán legérdekesebb, hogy kapcsolatok, és én az a benyomásom erről, hogy sok embernek nagyon furcsa koncepciói vannak arra, hogy mit jelent az, hogy valakinek kapcsolatai vannak, mert hát szerintem senki se születik úgy, hogy kettőnél több van a szüleihez, vagy nyilván a szüleseken a családjához, igen. De utána az ember ápolja ezeket a kapcsolatokat, meg újakat kezd, és hogy a tehetséges emberek azok tudatosan kezdenek újakat, tehát például csinálnak egy projekteket az Instagramjukon, ahol különböző témákban mondjuk posztolnak képeket, meg történeteket, és nyilván olyan irányba terelik, hogy elérjenek olyan embereket, akikkel mondjuk együtt szeretnének dolgozni. Neked mik voltak így a legpozitívabb élmények mondjuk azáltal, hogy az Instagramon jelen vagy, és hogy kapcsolatot tudtál lépni más, akár szakmabeliekkel, vagy milyen megkeresések érkeztek, amik pozitívak voltak? Hát most hirtelen eszembe jutott egy már hát barátnőmnek mondanám, hölgy, aki mondjuk egy üzletnek a tulajdonos, és ő csak például így Instagramon talált meg. Én őszintén szóval biztos sem akartam írni neki elsősorban, talán napokkal később válaszoltam, mert úgy kezdetben úgy féltem ettől, hogy jaj, persze, megkeresnek, meg fotózás, hogyne. És akkor találkoztunk, utána egyszer-kétszer így barátilag, barátnőileg abszolút így leültünk kávézni, és akkor utána jó dolgozzunk együtt, fotóztunk, megjelentek azok a képek, mindmelyik fenn vannak, és konkrétan ott tartunk, hogy voltam a születésnapokon, a születésnapjaikon, most lesz a lányának például születésnapja, úgyhogy ilyen nagyon kellemes kapcsolatokat tud hozni. De mondjuk van olyan, amikben így nem hiszek, és nem is reagálok, tehát inkább törlöm az üzenetet, mert na, persze ez nagyon átlátható. Mik ezek, ami már ilyen nagyon scam gyanús az elején? Hát, ezek a tipikus külföldre invitálják a lányzókat, mondjuk, hogy hú, nagyon szuper fotózás, meg nagyon szuper környezetben. Nem. Tehát lehet, hogy valaki ezt elhiszi, lehet, hogy valaki bevállalja. Én nagyon, nagyon keményen bánok így ezeket, tehát nagyon-nagyon szelektálok. Vannak ilyen rémhírek? Ilyen rosszul sikerült, vagy nem megígértnek? Hál' Istennek nincs. Mármint nem fejlően sajátra gondoltam, sőt, mert mondtad, hogy nem mész, hanem hogy hallottál ilyeneket, vagy hogy csak azért, mert hogy egyébként nyilván a közösségi médián való jelenlét az azért felelősséget is ró az emberre. Nyilván, hogyha valamit elmond, vagy valamit kinyilvánít, és az ott is marad. Tehát, hogy lehetnek ennek hány oldala, és csak erre akartam kiukadni, hogy nyilván az embernek számolnia kell azzal, hogy felelősség teljesen cselekedjen, reagáljon megkeresésekre. Igen, nagyon sok árnyoldala van, pont ezért, mert nagyon szeretnek lecsapni a modellányokra, vagy akikkel már azt látják, hogy mondjuk
utazgat például, és akkor van kedved utazni, fotózni, persze. Ezt nagyon jól elő lehet adni. Hál' Istennek nekem nincs ilyen saját történetem, illetve nem nagyon tudok úgy közvetlenül a baráti ismerősi köreimben, viszont hallottam már olyanokat, hogy menekülni kellett vissza Magyarországra. Tehát, hogy ki utazott az adott lányzó, mondjuk egy modell munkára, jó, akkor ott nem úgy volt, ahogy megbeszélték, nem látott sokat az összegből, amiben megállapodtak, és akkor konkrétan biztosan akarták engedni, úgy kellett megszökni. Tehát ilyet hallottam, nem egyet, nem kettőt, úgyhogy talán ez volt az, ami kezdetben engem nagyon visszalökött attól, hogy én akkor külföldön dolgozhassak. Meg pont ezért tűztem ki célul, hogy jó, oké, direkt munkára, megbízható céggel, utána tudok nézni, akkor úgy együtt tudunk működni, de alapjáraton nem. Pont ezek miatt, az ilyen rémhírek miatt, meg ebből már talán így több van. Hát ugye nyilván, hogyha valaki szabadúszó, akkor jobban kell ezekre figyelnie. Érthető. És mik a jó részei a megkereséseknek? Gondolok itt arra, hogy mondjuk esetleg lányok tanácsot kérnek, hogyha látnak valamilyen dolgot, amit te kipróbáltál, vagy amit te viseltél, és akkor ezzel kapcsolatosan. Igen, abszolút. Például egy-egy ilyen ruha termékpromóciónál mondjuk, hogy elérhető-e még, hol érhető el, mi a véleménye, tehát ezt meg szeretik nagyon megkérdezni privátban is. Hát jó, nyilván érthető, mert amikor mondjuk kirakom én is az oldalra, hogy mennyire jó ez a termék, vagy hogy milyen jól érzem magam a ruhában, Az úgy mindenkinek szól. Mondjuk én csak így teszek ki, hogyha tényleg jól érzem magam, meg tényleg hiszek abban a termékben. De nagyon szeretnek így privátban rákérdezni, hogy na, akkor mi volt a vélemény, milyen az anyaga, vagy nem is tudom. Tehát nagyon sokan megkérdezik azt is például, hogy lehet ezt így elkezdeni, mit ajánlok. Úgyhogy... És hogy lehet elkezdeni, mit ajánlasz? Hát én általában azt szoktam írni mindenkinek, hogy a szerződésekkel óvatosan. Tehát nagyon jól gondolják át, hogy mit szeretnének, hogy mondjuk fel tudnak-e hagyni az itthoni családdal, tanulmányokkal, munkával, és akkor, hogyha igen, akkor utazzanak, mert nagyon jó egyébként, nagyon jó lehetőségeket rejteget, nagyon jó kapcsolatokat, meg hát világot látni kéne szeretne. Illetve a másik azok az ilyen úgynevezett ilyen reklámügynökségek, akik forgatásokra, kampányokra, nagymárkák, nem is tudom, bármilyen jellegű kampányaira ajánlanak ki. És akkor ilyenkor mindig van egy meghallgatás, és akkor igen, van olyan, hogy nagyon sokan vannak ott a meghallgatáson, de van olyan, hogy mondjuk a megrendelő kifejezetten mondjuk két ember közül választ például. Úgyhogy volt nekem is olyan, hogy 40-en voltunk lányok, 20-20 szökelányzó, banalányzó, és akkor egy, nem is tudom, hát engem választottak ki ugye abból, és akkor én úgy mentem el esélytelenek nyugalmából, hogy hát megnézzük legalább, nem tudom, láttak engem, meg én is megláttam, hogy milyen az a meghallgatás, és akkor úgy voltam vele, hogy biztos, hogy nem. Másnap meg hívtak, hogy te vagy a kiválasztott, úgyhogy... Mint Neo Matrixban. Igen. És szerinted van-e összefüggés, hogy az ember rástresszel dolgokra, akkor nem úgy jönnek össze, és hogyha meg lazán megy oda, akkor... Van, igen. De mindenképp érdemes ezeket, hogy is mondjam, egy ilyen... Mint ahogy mi most beszélgettünk, egy ilyen kötetlen dolognak, mert tényleg ezen nem múlik egyébként olyan szinten semmi, hogy nincs veszíteni valója senkinek azzal, hogyha mondjuk egy ilyen meghallgatásra elmegy, vagy egy válogatásra, nincs tétje, úgymond. Uh-huh. És jó, ezeket ilyen nagyon lazán, meg általában, amikor ilyenkor elő kell adnod magad, hogy nem tudom, te egy versenyző vagy, nő létedre, és igen, és oda kell kacsintani, és oda kell nagyon lépni a gázra, tehát elő kell tudni adni. Egy ilyen vicces helyzet, mondjuk több van ilyenkor, de úgy át kell adnia magát szerintem az embernek ilyenkor. Mindenhol szerintem tulajdonképpen valamilyen értelemben CSS-ek vagyunk részben. Jó, ezekre mondjuk rá kell játszani, tehát ilyenkor, hogyha meghallgatáson, és amikor mondjuk egy szerepet rád aggatnak például, akkor igenis helyt kell állni abban a szerepben. Hiába, hogy mondjuk az tőled klasszisokkal távolabb áll.
Nem. Ez mondjuk teljesen legitimán az embert hozzásegítőből kipróbálja magát mondjuk más perspektívából, ez egyébként hasznos is lehet teljes mértékben. Egyszer láttam van egy kedvenc YouTube csatornám, egyik kedvenc, mert elég sok jó csatorna van most már, hál' Istennek, főleg külföldiek, aminek azt mondja, hogy School of Life, és ilyen nagyon filozofikus módon közelít meg átlag életbeli dolgokat, a problémákat. Igen. És volt egy ilyen, aminek az a címe, hogy The Problems of Being Very Beautiful, és taglalt különböző olyan dolgokat, amikkel mondjuk az átlagon felüli fizikális adottságokkal rendelkező emberek szembesülnek nap, mint nap, amit egyébként nem feltétlenül gondolna az ember. És hát ugye nyilván a modellkedés az egy elég ilyen megjelenésen alapuló szakma, tehát ott már, hogyha az ember részt vesz, akkor mondhatni, hogy egy átlagon felüli fizikai adottságokkal rendelkezik. Te tapasztalatod alapján vannak olyan nehézségek, amit mondjuk az emberek is sztereotipikusan a szép emberekről gondolnak, tehát nekik nincsenek problémáik, nekik minden könnyen megy, velük mindenki kedves, akkor én nem leszek, stb. Persze, van. Hát mondjuk alapjáraton, ahogy én hallom, vagy ahogy nekem is mondják, hogy milyen könnyű lehet neked, vagy hogy milyen könnyű lehet csak mosolyogni, és egész nap így elfotózgatni mondjuk. Nagyon nem egyszerű. Nagyon nem. Csak mondjuk nem olyan, mint mondjuk ülni egy helyben, vagy mondjuk fizikai munkát végezni, de amikor egész nap mondjuk toppon lenni, eladni valamit, rajtad múlik igenis, hogy mikor végeztek, milyen minőségű munkát tudtok létrehozni, akkor az egyrészt nagy felelősség egyébként, meg nagyon fárasztó. Úgyhogy nagyon nagy tévhit mondjuk az, hogy hú, milyen könnyű lehet, milyen szép. Valóban szép, valóban jó, meg izgalmas, de ugyanúgy nehéz, mint bármely más munka. Jó, nem azt mondom, hogy mint egy fizikai munka, keményebb fizikai munka, de nehéz tud lenni egyébként. Megfelelni folyton, a legjobb formádat hozni. Igen, nekem is ez a benyomásom, mondjuk csak úgy modellnek lenni, mert valakinek tehát van egy adottsága, benne is van szóba, hogy adottság, tehát nem csak érte különösebben ezt a dolgot, viszont nyilván a szakmai része a nehezebb, szóval mivel a húgom is modellkedik, láttam rajta azt, hogy milyen volt az, amikor valaki teljesen hozzá nem értő, csak úgy fotóztak, és kértek tőle, hogy valamit teljesítsen, és amikor van ezt a csinálat, akkor úgy jött neki, tehát, hogy mert x év gyakorlat után, hogy azt kérdék, hogy nézd meglepődten, és úgy nézett, mint aki tényleg meglepődött, és én is beadom sokkal, hogy azt a mindenit, mekkora színész. És ugye nyilván egy színészi ilyen érték is van benne. Igen, azt nagyon szeretik egyébként, hogyha valakinek formálható a hirtelen személyisége, ezer arca van, mondjuk így szokták mondani, hogy mondjuk ha egy durva sminket rádobnak, akkor rögtön 30-nak néz ki, ha mondjuk no make-up, tehát smink nélkül, akkor mondjuk egy ilyen 18 évesnek, tehát egy formálható, ha azt mondják, hogy igenis néz dühösen, sírj, hozni kell ezeket, igen, és mondjuk szerintem attól profi valaki, hogyha ezeket hirtelen tudja hozni. Hirtelen, amit kérnek tőle, egy mosoly után mondjuk jó, akkor dühösen kezdj el, nem tudom, sírni mondjuk. És ez az izgalmas, amikor valaki tényleg tudja hozni. Szerintem itt kezdődik az, hogy valaki profi. Hát én akkor értettem meg, hogy milyen befektetett munka van, mikor ugye a Vodafone-nal forgattam egyszer egy kampányt, és hogy ott igazából szerintem 3x8 másodperc volt, amit egyébként reggeltől estig forgattunk le. Igen. És hogy fel kellett emelnem. Egy besétálás után be kellett nyomnom a zsebembe, lőni a telefont és felemelni. Uh-huh. Ez egy olyan másfél óra volt nagyjából, mire felvettük, mert az, hogy emeljem a telefont és a kamera le tudjon követni, ami körülbelül nekem 250 kilósnak tűnt az állványon ez a őrület, ugye? És hogy egy, tehát nem lehetett másképp megoldani, szinkronba kellett mozdulnom az operatőrrel, szóval, igen, hogy valamelyiknek fel kellett menni, szóval azért egy egymásra hangulódás is, meg hát azért egy ilyen negyed óra után úgy voltam vele, hogy most már azért elég kellene emelgetni ezt a telefonot, mert abba hagynám, úgyhogy nyilván vannak ilyen részei is. Igen, ezért nem látják át, mert a tévében vagy bárhol csak azt látják, hogy jó, megy egy ilyen pár másodperceset, ezt felvették egy-két óra alatt maximum. Aha. Egész napokon igen, keresztül. Vagy több napos. Lehet, akkor te meg is tudod vágó, jól. Meg stb. Úgyhogy több embernek is munkát ad ez egész. És hogy tovább a modellkedés, az milyen hosszú karrierpálya? Hát, én úgy gondolom, hogy amíg... Hát nyilván a kortól is függ, mondjuk, hogy valaki mennyire öregszik ki belőle. Én úgy gondolom, hogy mondjuk ezt
Ezt én nem szeretném feltétlen. Olyan sokáig, hogy mondjuk ez legyen a fő-fő prioritás, mert egyébként emellett nem nagyon van másra úgy időm, hogy mondjuk egy fix dologra, fix más munkára. Ami nagyon szuper tud lenni, csak tart, amíg tart, hát ez nagyon helyzetfüggő egyébként, illetve kor függő. Tehát mindenképp szerintem úgy fel kell építeni ezt a fajta karriert a modellkedésből, hogy mondjuk jól lehessen profitálni belőle, tehát inkább akkor mellette elkezdeni bármi más, mondjuk ami az én nagy szerelmem az újságírás a gasztronómiában, a borászat, vagy mondjuk a műsorvezetői pálya. Tehát akkor érdemes ezeket már közben tovább gondolni, és amikor már úgy ott tart a modellkedés, hogy nincs annyi lehetőség, kevesebbet keres, mert mindig általában szeretik a fiatalabb, jobban formálható arcokat. Jó, ez nem mindig van így, de érdemes úgy számolni ezzel, hogy akkor közben felépíteni egy másfajta karriert, igen. Nagyon érdekes összefüggéseket mondtál részeiben. Nálam meg ez összeállt egy olyan képű, amit mostanában látok. Facebookon kezdtem el, aztán most már minden közösségi médiumot teljesen megfertőzött a Gary Vaynerchuk jelenség, nem tudom, ismered-e? Melyik? Nagyon érdekes jelenség, több dolog miatt is. Hát ő egy Egyesült Államokban élő, de a Szovjetunióban született 40 év körüli üzletember, aki átvette a családi vállalkozást egy 10 év benne dolgozás után az édesapjától, és akkor nagyjából 3 millió dollár volt a cég értéke, és elkezdett, amikor a YouTube indult, videókat csinálni Wine Library néven, és gyakorlatilag a saját boraikat ról beszéltek, vagy hívtak vendéget, akivel iszogattak, beszélgettek dolgokról. Igen, tudom, igen, így a boráltal. És ezért gondoltam arra, hogy hát nyilvánvalóan, hogyha az ember szeret például gyerekes emberekkel beszélgetni, akkor semmi sem akarályozza meg abban, hogy mondjuk egy borkereskedéssel foglalkozó cég nek a promócióját végezze, vagy a PR tevékenységét azáltal, abszolút, hogy érdekes emberekkel beszélget egy pohár bor mellett. Tehát gyakorlatilag, és erre mindenkinek megvan a lehetőség, aki rendelkezik egy okos telefonnal, hogy ezt megcsinálja. Igen. A lehetőség adott, abszolút. Az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt tovább gondolni, vagy mennyire látják a lehetőséget bennem. De egyébként ez nagyon szuper irány. Na, jó is, hogy mondod. És nem mondtam a plusz point. Borok is. Ezzel a marketing tevékenységgel, az ingyenes content marketing tevékenységgel, lehet, hogy nyilván volt benne azért fizetett hirdetés is, mert egy nagy cégről beszélünk, de 60 millió dollár most a cég érték, az 20-szoros növekedés, és a igen. YouTube az 2005-ben indult, tehát 12 év igen, alatt 20-szoros növekedés, az elég derekas. Az úriember már lassan szerintem 10 éve indított egy ügynökséget is, ami csak tartalomgyártással foglalkozik, és mivel minimális is nem kell dolgoznia, tehát nem nincs főnöke, kirúgja nyilván a saját cégeiből, ezért az ideje túlnyomó többségét azzal tölti, hogy ezt a tudást konferenciákon, meg ingyenes videótartalmakon, meg vlogokon keresztül megosztja az emberekkel ingyen. Ez bámulatos egyébként, tehát hogy honnan, hova. Ez őrület. Úgyhogy, és ő mindig azt emelek, hogy neki a bevándorló hátránya volt az előny, mert sokkal keményebben dolgozott is. Sokkal látta az összesítés alapot, hogy mennyire sok lehetősége van most ahhoz képest, ami volt. Igen, én is úgy látom egyébként, hogyha valaki valamilyen hátránnyal indul, vagy mondjuk nehezebben tud kitörni, annál célra tölőbb, annál nagyobb álmai vannak, és annál nagyobb a küzdési vágya, hogy mondjuk megvalósítsa. Úgyhogy én is ezt látom egyébként. De tetszik ez a boros vonal, ez nagyon tetszik. Gyakorlatilag hát az internet korában csak a képzelt szabadhatárokat annak, abszolút, hogy miből lehet megjelenni, úgyhogy csak pont, az értékkapcsolást kell megtalálni. Pont van egy ilyen régi barátom, aki szintén youtuber, és láttam egy-két videóját, nagyon-nagyon szeretik, és ilyen katonai csomagokat próbált ki például, amiket a katonák esznek például így becsomagolva, fel kell oldani. Szárított, igen, és úgy néztem én is, hogy így, úristen, ilyen van, meg hogy kipróbálta ő is, és akkor elmondta, és csak úgy néztem, mondom, van következő rész is, és eszméletlen, hogy mennyire tudják az ilyeneket szeretni, meg hogy mekkora tábora van azoknak, akiket ez érdekel. Meg mondjuk egy bor bemutatásra, hát ez nagyon-nagyon jó tud lenni. Az biztos, jó, hát mondjuk pont én mondom, beborozik. Aki nagy boros bor kedvelő. Nagyon-nagyon jó, így az adás vége feléhez érkezve, hogyha valaki gondolkodik abban, hogy akár a modellkedés területén, akár bármilyen más
érdeklődési kör alapján felépíteni akár az Instagram vagy más közösségi média felületét, de hogy még kezdő, akkor mit javasolsz neki, vagy te a tapasztalat alapján mi a legfontosabb, amivel tisztában érdemes lenni, vagy amilyen gondolkodásmódban érdemes csinálni? Hát szerintem a legfontosabb, hogy ne akarjon másokra hasonlítani, ne akarja azokat követni, akiknek ilyen tökéletesen beállított képei vannak, hanem úgy vigye bele a maga stílusát. Például én imádom, hogy mondjuk nem tudom, van a posztjaim között gasztronómia, amit én sütöttem, van egy kis élővilág, ami nagyon érdekel meg én, és nem feltétlenül követem azt, hogy jó, hát akkor tökéletesen beállni, minden klaffol, hanem nevetni, belenevetni a világba, úgyhogy mindenkinek van egyfajta stílusa. Lehet, hogy mondjuk az egy komolyabb vonal, de érdemes ezeket követni, mert akkor tud jól működni a dolog. Ne másokat másolni, önmagukat adni. Talán szerintem ez a legfontosabb. Ezt több egyszer hallom más kontextusban, mindenki a saját sztorián keresztül vette észre azt, amire célzok, hogy az őszinteség mindig nyerő, srácok. És igazából, mert ha valaki önmagát adja, akkor abban mindig ő lesz a legjobb, mert senki más nem tud jobb én lenni, mint én. Igen, szóval, igen, hogyha igen. Ezen keresztül fejezi ki az ember, amit szeretne, akkor megérint. Pont azokat fogja megtalálni, akiket meg kell találni. Igen, én is úgy gondolom. Nagyon jó, hát köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Örülök, hogy meghallgathattuk a történetedet, és reméljük, hogy az őszi, most fogjátok be a fületeket, de Influencer Fesztiválon is hasonló témákról majd fogunk tudni beszélgetni. Remélem. De ez még a jövő zenéje, nyilván semmi hashtag YouTube-ra meg minden aki tenni, hogy lesz ilyen, eztől mindenkit óvakodjon. Úgyhogy ezt a videót pedig egyébként a live befejezése után is meg tudjátok osztani, tudjátok terjeszteni a tudást, az információt, a forrásaivá válhattok, vagy legalábbis a közvetítőivé. Egyébként, hogyha valaki összeválogat egy csomó érdekes tartalmat a Facebookjára, akkor macskás videó megosztó helyet akár használhatja egyébként valamilyen tudástárnak is. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy ezt megvalósítanátok, ne tartsátok, fogjátok vissza magatokat. A lényeg, hogy jövő szerdán megint itt leszünk, szintén egy nagyon érdekes, izgalmas történettel várunk benneteket, addig pedig jobb, hogyha regisztráltok a PostUse-nak az adatbázisában, mert akkor biztos, hogy elsőként fogtok értesülni az ilyen dolgokról, mint ez a fesztivál, meg mindenféle más tartalmat is fogunk nektek adni, oktató jelleggel, meg mindenféle szórakoztató jelleggel is. By the way, Soap City Squad, hallgassátok a szórakoztató bandát, mert nagyon jó beateket raknak. És legyetek tudatosak és tudatos közösségi média felhasználók. Abszolút. Sziasztok! Sziasztok!